A koronavírus elleni közös küzdelemről egyeztetett Izraelben a magyar, a cseh és az izraeli kormányfő. Orbán Viktor, Andrej Babis és Benjamin Netanyahu találkozóján a miniszterelnökök megvitatták a járvány elleni védekezés eddigi tapasztalatait. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, Izrael a vírus elleni védekezés világbajnoka, Magyarország pedig arra törekszik, hogy az Európai Unió legjobbja legyen, amire meg is van az esélye. A koronavírus járvány elleni védekezésről és oltásokról és a gazdaság újraindításáról is tárgyalt Jeruzsálemben a magyar, a cseh és az izraeli miniszterelnök. A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón Benjamin Netanyahu közeli barátjainak nevezte vendégeit, majd emlékeztetett, hogy mindkét ország diplomáciai képviseletet nyitott Jeruzsálemben, az Európai Unióban elsőként. A koronavírus elleni küzdelemben való együttműködésről tárgyaltunk. Emellett a vakcinagyártás is szóba került, ahol egy együttműködés is körvonalazódik, fogalmazott Benjamin Netanyahu. Izrael példát jelent a koronavírus elleni küzdelemben. Erről már a cseh miniszterelnök beszélt. Andrej Babis hozzátette, ez az ország az első, amelyben az emberek lassan visszatérhetnek a régi életükhöz. Orbán Viktor pedig azt mondta, Magyarország hálás az izraeli miniszterelnök meghívásáért, hiszen Izrael a koronavírus elleni küzdelem világbajnoka. Szeretnék gratulálni a miniszterelnök úrnak és Izrael kormányának, amiért ilyen sikeresek. Mi próbáljuk megérteni, hogyan is követhetnénk az önök példáját. Mi ebből a szempontból egyáltalán nem vagyunk világbajnokok, de igyekszünk a lehető legjobbat végezni, legalább az Európai Unióban, és van is esélyünk erre. Fogalmazott Orbán Viktor, és hozzátette, Magyarország örömmel csatlakozik ahhoz a nemzetközi zöldkártya programhoz, ami az izraeli miniszterelnök kezdeményezésére indult el. A találkozón a jövőbeli tervek is szóba kerültek. Az izraeli miniszterelnök azt mondta, ha valóban beköszönt a járványok kora, az országoknak fel kell készülniük arra, hogy ne vásárlók, hanem gyártók és eladók legyenek inkább. Közben Izraelben tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a jeruzsálemi megbeszélései után arról beszélt, hogy Magyarország tesztek gyártásában is együtt fog működni egy izraeli céggel. Úgy döntöttünk ezzel a vállalattal, hogy kormányzati támogatással és összefogással most kiszélesítjük az együttműködésünket. Ez a vállalat ugyanis teszteket is gyárt, mégpedig nagy mennyiségben többfélét is, PCR-teszteket, gyors teszteket és a koronavírustól különböző légúti betegségek megállapítására szolgáló teszteket is. Megkezdjük az együttműködést annak érdekében, hogy a lélegeztetőgépeket követően tesztek gyártására is sor kerülhessen már Magyarországon. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a koronavírusnak várhatóan új mutációi fognak megjelenni, és az sem világos, hogy a védőoltások mennyi ideig adnak immunitást. Ezért a jövőben is biztosan szükség lesz nagy mennyiségben jó minőségű tesztekre. Szijjártó Péter leszögezte, a járvány ellenes küzdelem szempontjából ez egy fontos állomás, mert azok az országok tudják a leghatékonyabban megvédeni magukat, amelyek saját maguk képesek előállítani az életmentő eszközöket.